Csíkszeredában születtél, de játszottál tulajdonképpen Kolozsváron, Besztercén, és még a román válogatottban is. Most pedig úgy hozta a sors, hogy a csíkszeredaiak hálóját fogod a legjobb tudásod szerint őrizni. De valóban a sors hozta így, vagy ez inkább a te döntésed volt? Melyek voltak azok a tapasztalatok, amelyek a FK Csíkszeredához tulajdonképpen hazavezettek téged? Teljes mértékben az én döntésem volt. Kaptam elég sok ajánlatot külföldről is, elsőleg abból is, de úgy döntöttem, hogy hazajövök és az FK Csíkszeredát választom. Azért, mert itt olyan körülményekre leálltam, amikről az elsőligás csapatok is csak álmodoznak. Úgy, mint felkészülés, úgy, mint mindent beleértve, ami a profizmust sugallja. Érthetem ezt úgy, hogy akkor talán Besztercén és Kolozsváron nem igazán voltak rózsások az ehhez fűződő tapasztalataid? Nem, egyáltalán nem. Szeptember 12-én rajtol a bajnokság. Az UEFA kihúzta az ellenfelet. Mire számítasz? Záporozni fognak a labdák feléd, vagy inkább az Onyx Athletic Club kapusának kellene aggódnia? Én bízok a csapatban, a védelemben. Egy nagyon jó csapatmunka lesz szerintem, és biztos, hogy nem lesz nagy esélyük a kapu mögé. Köszönöm szépen!